megfelelő fertőtlenítőszer, védőöltözék és az általános állategészségügyi előírások betartásával igyekeznek távol tartani farmjuktól az afrikai sertéspestista gazdák. Szilágyi Róbert, bajsai sertéstenyésztő elmondta, az állati eredetű takarmányozást is kerülni kell. Senkit ne ereszünk be a farmra, bárki is, hogyha bemuszaj, hogy jöjjön a farmra, előtte fertőtlenítésén essen át, ruhacsere, kézmosás, még ami ehhez tartozik, és szerintem nem azt mondom, hogy még ez mellett is nem tud megjelenni, biztos, hogy meg tud jelenni, de kisebb a valószínűsége. Az afrikai sertéspest is megjelenése hatalmas károkat okozhat a gazdáknak. Amennyiben felüti a fejét a farmokon a vírus, az állományt teljesen fel kell számolni. Másik országokba történő kivitel megszüntetése következtében pedig csökken a felvásárlási ár, ami további károkhoz vezet. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes. A sertések esetében viszont végzetes kur, védőoltás és gyógyszer sem létezik ellene. Az egyetlen védekezési mód a fertőzött állomány kiirtása, a hely fertőtlenítése. Tünetei a láz, bágyadság, kedvetlenség, bőrpír, a fülvég, a lábvég bőrének elhalása, továbbá az állat nem képes felkelni. Az állatok közötti kontaktussal terjed, elméletileg kullancsok, szúnyogok is tudják terjeszteni, indirekt emberek is tudják terjeszteni, járművekkel. A vírus a szabad környezetben nagyon ellenálló, főleg, hogyha vérbe, ürülékbe, ahol ugye a vírus megtalálható, minden váladékába a megbetegedett állatnak, nyálába, vizeletébe, székletébe, vérébe rengeteg van, és ilyen szerves anyagokban nagyon sokáig túlél a külső környezetben. Szerbia sokáig ellenállt a fertőzésnek, annak ellenére is, hogy a szomszédos országokban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Szlovákiában is megjelent. Ezekből a példákból okulva az elővigyázatosság mellett a karantén is fontos a kór terjedésének megfékezésében. Ne adj Isten, hogy valóban afrikai sertéspest is legyen, mert akkor általában 10-20-30 vagy akár még 50%-os sertés állomány veszteség is felléphet. Attól függ, hogy milyen fegyelmezetten fogják azokat a direktívákat, vagy azokat az ajánlásokat, amik a gátláshoz, vagy a további terjedés meggátláshoz vezetnek, mennyire fogják betartani. A múlt héten elővigyázatosságból Mladenovácon egy egész állományt megsemmisítettek, valamint egy Szmederevszka palankai esetben is gyanút fogtak az illetékesek. A minisztérium eddig megelőző intézkedéseket látott elő. A farmeri ne trebuj ništa da čekaju, oni treba da preduzmu sve mere koje su napisane i koje je izdala naša uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Mere se stoje na higijenu, svode na higijenu, na što manje kontakta i među životinjama i drugih ljudi koji dolaze sa drugih farmi, tako da poštovanjem tih principa može dosta toga da se spreči. A madarak és a rágcsálók, valamint a vaddisznók is terjeszthetik a vírust, ezért a levadászott vaddisznók vérét is analízisre kell küldeni, tette hozzá az illetékes.